Nyilván a keleti világ a kommunizmust akarta megvalósítani, hát abban nem nagyon fértek bele az ilyen üllények. Ja, kommunista üllények. Valamilyen tibeti papok, akik azzal szórakoznak, hogy herével emelgetnek dolgokat, és ahhoz, hogy elhúzzák kamiont herével, úgy lehet rá edzeni, hogy ráteszel súlyokat és hintáztatod. És is szopat. Nem, bazd meg, ráteszel 5 kilót és... Rá kell keresnem. Megjöttünk. Csá, mindenki. Milyen helyzet? Mindjárt jön Laci, és aztán elkezdjük az adást. Jó, csak itt most nagy rohanás volt, mert Lacinak megjött a gépe, aztán azt raktuk össze, úgyhogy... Úgyhogy itt most dolgok voltak. Meg itt befejeztem a stúdióban a kábel elrendezést, kábelmenedzsmentet csináltam, meg minden fasság, úgyhogy... Jaj, várjál, lehet a podcast majd tud nekem segíteni. Jó, micsoda? Mit tud segíteni? Mondom, lehet a podcast tud majd nekem segíteni. A podcast népe, mind a 23 ember. Igen. A munkában, amit nem részleteznék, de a lényeg, hogy kellene nekem olyan cég, vagy vállalkozónak az elérhetősége, e-mail cím, vagy ilyesmi, aki terepasztalokat képes gyártani számlaképesen. Terepasztalokat? Igen. Várj egy pillanat. Terepasztal, 3D-s modell, minden kutyafasza. Mert rohadt nehéz találni a neten olyat, aki ugye... Tehát olyan, akinek a Facebook honlapján, vagy a Facebookhoz az a baj, nem lehet hozzáférni. Illetve nyilván okoknál le van tiltva a Facebook, hogy a munkaerő ne Facebookozzon. De hogy a ugye egyes cégeknek a honlapjához nem lehet csak úgy oda... Nincs odaírva, hogy terepasztalt gyártunk. Tehát én meg ugye nem az alapján... Nem lehet a neten ilyet találni, hogy... Hát így nincs, igen. Tehát úgy, hogy valaki tud egy-kettő az... modellezés, makett, szóval aki tud olyat, az nyugodtan szól. Modellezés és terepasztalgyártás. Konkrétan, igen, aki írjatok. Számlaképesen tud ilyet csinálni. Írjatok. Akkor az nem nyilvános, hogy miért kell a terepasztal? Egy pályázathoz. Jó, akkor erre nem kérdezek többet. Ne. Jó. Laci milyen gépet vett? Hát... Kurva drágát. Nem beszéltünk még sokat róla, most már nagyon megvan. Nagyon gamer, igen. Most már megvan, most már lehet róla beszélni. Hát az a helyzet, hogy egy ilyen gamer gép, igen. Ez ilyen egyrészt puszta podcastes gép, egyrészt saját finanszírozású, de úgy beszéltük, hogy előfinanszírozott. Tehát, igen, hogy ez... sajnos Lacinak aranyfényezésű volt a ház, meg mindenből a legdrágább gyémát berakatos videókat. Meg ilyen kellett, szóval... Ja, úgyhogy, de sajnos majd... nagyon drága. Mi van? Miről maradt? Téged beszélünk ki, hogy van... Kérdezték, hogy milyen gépet van vettél. Gépet, de majd Laci fog erről beszélni, hogyha lesz stream. Ja. Egy John Deere, egy új John Deere. Mit mondtatok el? Csak annyit, hogy van egy gép, és most félig puszta podcast finanszírozású, félig saját finanszírozású. De... Ez így van. De az a terv, hogy teljesen puszta podcast finanszírozású. A legújabb Lamborghini traktor. Ja. Tényleg van kedvenc traktor fajtád most itt eszembe? Nincs. Mindegyik szar, dolgozni kell vele, hülye vagy. nem mondtam semmit a gépről, csak ennyit mondtam róla. Majd meg kell nézni a Laci streamjét, és akkor majd Laci beszél nem róla. Nem is akarok, csak nem tudtam, miről volt szó, hogy nem, csak ennyi. Csak ennyi. Kinek? Nekem? Ez neked. Neked hadd olvasni, gondolom. Ja? Nekem. Stephen Hawking, fekete lyukak. Meg a gyereknek. Örökbe? Bizony. Nem vagy normális. Na, majd ha lesz könyvajánló, akkor majd berakjuk, csak most nem a adás elé rakjuk, hanem majd közben szórjuk valahol. Nagyon szépen köszönöm. Okay. Örökbe? De ezt most a nyomdába csináltátok? Vagy nem, de hogy ezt vettem, de... Vetted? Hogy... Pénzért? És nekem adod? Igen. Öcsém. Van pénz. Köszönöm szépen. El fogom olvasni, megígérem. Na, úgyhogy Laci nagyon nagy stresszben volt, már átmentem hozzá, összeraktuk a gépet, meg minden, de működik, kurvára világít. úgyhogy minden oké, alakul a streamer. Mire gondolsz, hogy kurvára világítunk? Ha beledugtuk a UTP kábelt, akkor világított a hátulja. Mi van? Hát az UTP kábelnél világít. Ja, máshol nem világít. Nem. Hát nincs valami oldalvilágítás a gépháznál, hogy... A fia azért annyi pénz nem volt. Hát ennyibe azért belefért volna, egy színes izzó, már ne alagudj. A Pentium 4-es gépemnek is világítottam úgy már a UTP csatlakozója. És ráraktuk a legújabb Windows 7-et egyébként. Hát mert? Mit? Service Pack 3, azt hiszem. Service Pack 3? Mi 7? Csak szopatlan. Én elhittem, hogy azzal úgy jobb a stream, de hogy... Hát azért, mert ennyire volt pénzünk, nem tudtunk gépet venni, csak a Windows 7 megy rajta. Javasolni akartam volna pedig az XP-t, az nagyon jó, azt mondják. Itt nem itt állt a költségvetés. Na, gyerekek, bontsunk csomagot már. Piros rúzs, Laci, hát azért a nézők kedvéért. Mennyire kedves mindig vagy? Is piros rúzs használta. Ez izé amúgy labelló, de azért piros használ, mert neki jó az illata. Kaptunk ajándékot. De az hogy... piros. Miért nem az semleges színűt? Mert nem jó az illata. Kit érdekel az illata? Engem. Itt vagytok? Itt vagyunk. Ja, persze. Kaptunk ajándékot egy nézőtől. Köszönjük szépen, méghozzá Lacitól. Nem tudom, hogy én Laci... tőlem. Laci? Nem, egy másik. Ekkora úr vagy. Egy másik Laci. Remélem, hogy iható.
Egy másik lesz, nem tudom, mi van benne, úgyhogy... Hogyha nem ilyen, akkor rohadt idegesek lesz. Szerintem nem pálinka, mert nem dötyök. De megnézzük. Hát figyelj, zárt, akkor nem Kolos, Kolos, várjál. Igen. Az első szint az az, hogyha... Jó, most ebben nem tudom, hogy mi van. Lehet, hogy nem pálinka, de hogyha úr vagy, akkor pálinkát küldesz. Hogyha kurva nagy úr vagy, akkor pedig jéggel együtt. Jéger? Nem jéger, te hülye jéger. Nézd már. Várjál már. Van matrica benne, kaptunk saját matricát. Honnan szedted? Ilyen nekünk is van, csak nem ennyire izé csillogó. Honnan szedted? Csinált matricát ez. De ne szórakozz már, köszönjük szépen. Ez kurva jó, nézd, ezt hazavisz. Egyet adj már, kirakom a munkahelyemet. Tessék. Köszönöm. Marci, kész? Ilyen van a képemben? Én viszem haza, hülye vagy, bazd meg. Majdnem ugyanilyen, mint a miénk. Kettőt elvihet. Nagyon szépen köszönjük, ez rohadt jó. Én kettőt benyúlok, a többet értek. Jó, köszi. Na, bazd meg, ez valami üveg. Lötyög. Igen. Ez az. Akkor kurva nagy úr vagy. Kurva nagy úr vagy. Anyád, puszta podcast válika. Nem áll, de jó. Takarodj már. Mi a fasz? Mivel foglalkozik ez? Ezt amúgy le kéne védetni, ez nagyon jól néz ki, ez az embléma. Köszönjük szépen. Hát ezt akkor... Kolos, ezt le kell védetni. Amúgy az, ez így mondom, hogy... nagyon, valami jól néz ki. Kolos, levédessem? Hogy? Hát odaírok egy röbetűt. Ne bazd már össze a de nem úgy kell levédni? Ne, ez tök jó, ezt elrakjuk azt az üveget. 3M, nem? Ott 3M. Szerintem ezt nem szabad felbontani. Érleljük, hogy mi? Hát nem valami... Akkor bocs. Bár az ugye csak a copyright, ki. A TM meg a trademark. Akkor TM kell rá. Mi az R meg a TM közt a különbség? Az R az csak, hogy a másolás védelem. Aha. A TM az, hogy nem is gyártod. Tehát semmilyen... A TM baszóbb, mint az R. Igen. Ez egy szép megfogalmazás. Nem használhatod fel. Így értem. Tehát, hogy ezt nem használhatod fel semmilyen formában. Én azt hittem, az R az menőbb. Jó fej leszek és csak kinyitom. Az a copyright. Csak kinyitottam, még fel lehet használni. Még fel lehet használni, srácok, csak kinyitottam. Azt? Én nagy kinyitó. Lehet kinyitni? Nem tudod, ki lehet nyitni? Hát ez, hát izé lezárod onnastól kezdve. Tesó. Ezért kell 10 évig TS-be dolgozni, meg ennek rá. Nyisd már ki. Meg kell nézni, ez nem látom még ilyet. Be kell dugni a pengét a fogába. Ja, és akkor ki tudod húzni a kis. Mi az, hogy ja, eddig nem tudtad? Nagyobb ját kérek. Ja, hogy ez ilyen királytrükk. Köszönöm szépen. Hát eddig hülye voltam egész életemben. De basszom. Ezt ki lehet nyitni, hogy így... Hogyha ki lehet nyitni? Te tudod, hogy ki lehet nyitni? Hát, hogy ezt hogy így... Hogy egy pöcköt lenyomod? Aha. Hát, ja. Nem lenyomod, felnyomod. Nem jó. Felnyomod. Ennél határozottabb, hogy ez sokkal csináltam nagyobb már én is olyat. Látod, nem veszi komolyan. Na, lötyítsétek hát azt jelenti, de várjál már, hogy ez biztos, hogy felbontjuk. Hát máshogy hogy iszod meg. De megérdemeljük mi most ezt? Hát most tettünk 7000 feliratkozósat. Jó! Akkor meg! 7000 feliratkozóra inni kell. Akkor meg! Azt írek, bűn lenne nem felbontani. Na, tehát ennyi. Ez az. Hallgass a maticát, hogy mennyire friss. Az friss. Nyisd fel! És miért van leragasztva? Nem meg... tudom, azért, hogy az eszenciának még a párája se jusson ki. Na, azt hiszem, már előre iszok egy kis vizet szerintem. Azt hittem, hogy hozott vésztartalék pálinkát, hogyha nem... Azt hiszem, hogy akkor előre iszok egy kis pálinkát. Szétcsapatom egy kicsit egy pálinkával. Ezen a matricán mi volt? Puszta podcast, erre is rá van nyomtatva? Nem, az valami... Valami más miskulancia van izé... rajta. Helyszínelős. Szalag. Miskolc? Miskulanciát? Jó, lehet, hogy jól mondtad. Hát egy gyanús, hogy nem az van rajta. Mission Impossible vagy? Várjál meg, lesz Mission? Mission? Bontjátok már ki, bazd meg. Várjál már rá, most a helyszínelősöt játszunk. Akkor beszélgetek a nézőkkel. Titeket akkor ki is nyomlak, tessék, ez itt tök jó. Szavaztok. Mi a helyzet, ez itt a Kolos stream. Gratul a 7000-hez jár a kábulat. Magán az üvegen kívül minden más saját készítésű. A pálinka nem sajátom, de kicsi falumból származik az is. Köszi. Nem, én most privát streamet csinálok. Tudom már, visszabaszol. Hogyha kibontod akkor. Ki van, mondtam? Miska. Jó, Miska, okay. Miska. Nem tudjuk, mi volt a számla, vagy az izé. Na, ASMR. Anyád! Megint kibúzom? Nem. Öntsed már, kíváncsi vagyok rá. Ebbe? Abban ott van a három pohár. Kezdőnek nézel. Érzem. Mehet. Bazd meg! Mehet.
Még egyet. Már nem tudom, most hol van a mikrofon. Még egyet. Most a mikrofont teszem. Hát be az adásban nem lesz semmi bazd. Mert. Már nem volt blúgy. Meg az, hogy ez a pohár az műanyagból volt, nem malacódott. Na, szóval nézzük akkor. Szóval csináljunk adást, igen. Ja. Mm. Ez milyen? Miből van? Írtad, hogy miből van? Miskulanciából. De... Hagyj csak olyan várjál. Minden más nem saját körte. Készítésű. De mézes. Ez nem ágyas? Mézes. Ez mézes. Valamilyen ágyas, vagy hogy mondjam, valami turbózott pálinka. Na, akkor egészség. Vá, le kell róla szednem, mert nem tudom visszatenni a kupakot. Vissza kell tennem a kupakot, bazd meg. Egészség. Majd utána küzdködsz vele. És beleborítom a setupba, az jó lesz? Egészség, bocsánat. Na nézzük, egészségetekre rátok is, köszönöm. Egészség mindenkinek, köszönjük szépen a 7000-et és egészségedre, Marci. Csajó. Hú, anyád. Akkor jó. Van ereje. Akkor kész van. Van ereje, de nagyon jó mézes. Friss főzés? Fú, azt a kurva, ez nagyon finom. Oh. Ebből többet ne együnk, mert ez maradjon meg. Mi ezzel a bajod? Nagyon jó. Ez nem erős. Meg nem is kalacos, ez szép, tiszta, ez jó. Nem kalacos. Hát hülye vagy, ez rohadt rettentő finom. Ez jó. Ez nagyon lágy. Nem volt a baj rossz, tök jó. Hülye vagy, ez kontyolávaló. Köszönjük szépen, köszönjük. Jó, már kezdjük el az adást, mert nekem van egy videó, amit meg kell nektek mutatnom. Már ez rohadt finom, bazd. Legeslegén, aztán... Ez rohadt, vá. De ebben nincs szeder? Gracias, nem tudom, mire kellett spanyol mondani nem valamit. Nem tudom, mi van benne. Nem érzem ki a gyümölcsök. Ebbe van szeder. Na, egy videót meg kellettek mutatnom, a pólomat felvettem hozzá, mert autentikus. Mávról lesz szó. Én meg ilyet láttam ma. Mávról lesz szó, de csak egy kicsi... A lófaszt. Igen. Ez... Fonnyatszöllő. Mi az? Törköly. Fonnyatszöllő. Törköly. Nem, majd bevisz, mazsola. Mazsola van benne. Mehet. Mazsolás. Visszaadtad a kupakot? Vissza. Mazsola. Okay. Ez tudja, hogy mazsola. Oké. Na, szóval, ne kell nézzünk egy videót. Hát látok, nem mostani videó, csak én most nem tudom, hogy melyik, úgyhogy még nem tudom. Amikor kiszállt a üzé. Ez nem a csigás. Tök nem Instagram videó. Hangot is adunk neki. Bár hangoz... Rég láttam talómérőt. Bár a hangoz nem annyira. Ez miért van az állam? Fiatlan zsebben maradt. Az meg ez a sok kábel. Szeretném, amit le talómérőzni. Van ennek valami neve is, valami külföldi neve, amit már elfelejtettem. Szolostok. Nem, valami high-tech külföldi neve van, amit már nem tudok. Valaki egyszer írta, hogy mi a tököm ennek a külföldi neve. De ha beszélgetetek nyugodtan, én akkor itt elücsörgök. Mehet, Kolosevő, kábelt baszogattad. Oké, mehet? Rád vártunk. Ugye nem kell hallani, mert most nem hallom. Jaj, ugye nem tolja senki, mert akkor elsírom magam. Négy ember eltol egy kispirost. Mi a fasz? Négy lóerős. Hogy tol el négy ember egy kispirost? Hogy lehet ezt vissza? Ez egy lóerő. Szóval egy ember. Lehet, hogy a másik oldalon is van egy ember. Vagy nyolc. Az lehet hat ember akkor összesen, nem? És ki fogja a kormányt? Ott nem látszik sem. Egy, kettő. Az Opelban mindig fogni. Ott négy ember van, ez öt ember tolja a kispirost. Öt ember eltolja. De megindítani nehéz, hát sinem van, Kolos. Egyébként igen, utána már viszi a rendedet. Most viccen kívül a mezőben. Ja, szerinted csak bebúgatják? Nem az bolond, hanem minden egyes tárgyat, amit gurítani akarsz kerekeken, megindítani nehéz. Én egyedül egy pótkocsit eltolok, hogyha már valakivel ketten megindítottuk. Ajj, szóval meglepődtem a rajta, kerekeket hogy... megindítani nehéz. Fia, izé kötött csimpáján van, vason gurul, ha nem csak ágyas, mert nincs beúzva a fék, az megy. Itt írják, hogy sikerül megindítani, utána könnyű, tapasztaltam már. Persze, akkor persze. Nem az első alkalom, hogy kis piros tolnak. Nem hiába az egyes fokozat az autókban a legnagyobb áttétel, nem akarok hazudni, ott van a legnagyobb nyomaték. Ott van a legnagyobb nyomaték, azért, mivel az egyes fokozatnál a legbikább erő kell, hogy elinduljon a kerék. Utána már suhan. És nem lehet máshogy megoldani, csak úgy, hogy tolják. Hát húzni is lehet, de szerintem úgy nehezen. Vagy mire gondoltál? Hát ezt tudom én. Hát, ledöglött, akkor nem tud evaporálni. Hát nem tudtam, hogy egy vonat el lehet tolni. De ez miért lehetne? Hát így tudom, hogy kurva nehéz. Autót hát, el tudsz egy magad tolni. Jó. Igazából bármit el lehet tolni. Bármit el tudsz tolni. Miért nem, akkor kamionokat húznak foggal, meg herével, bazd meg. Tényleg. Jó, de azok állatok. Állatok. Szerinted hogy fáj az neki? És tudod, hogy szoktál? Volt, hogy herével húzták. Azzal is húztál. A hülye vagy a Shaolinok vagy? Kik azok a papok? A Shaolin... Valaki küldje majd így. Nem az indiai fakírokra gondolsz? Vagy az indiai fakírok, vagy a Shaolin papok, vagy valamilyen többet nézek ki. Valamilyen tibeti papok, akik azzal szórakoznak, hogy herével emelgetnek dolgokat, és ahhoz, hogy elhúzzák kamiont herével, úgy lehet ráedzeni, hogy ráteszel súlyokat, és hintáztatod. És is szopat. Nem, bazd meg, ráteszel 5 kilót, és... Rá kell keresnem.
Herébe húzzak. Igen, ráteszel egy gyűrűt, az megszorul. Tudod, hogy úgy rá, nem kell rákötni, hanem hogy csak kisebb legyen, mint a ballon. Mint a Bubbles. Kisebb legyen a hurok, mint a Bubbles, és akkor rámegy, és az olyan, mint egy nyakkendő. Ilyen szarra, hogy hívják ezt, elfelejtettem a nevét. Stephen Hawking, fekete lyuk? Nem, ez a... Ja, Kung Fu Master uses his penis to pull a bus. Na mi van, Uzi? Van ilyen? Van ilyen? Na, van vagy nincs? Ezt nézzük már meg. Nézd már meg a tréninget. Azt a kurva. De a péniszébe húzza, nem az acsiából. Hát azért én a pélóra. És a pélóra hol kötött? Nos, hol kötötte rá a pélóra? Mondnám meg. Ráerősítve, rágörcsölte. Mert az úgy működik. Jó, de ez olyan, ez a felvétel, hátul lehet, hogy tolják. Azért van benne a buszsofőr is. De miért húz valaki a pélójába buszogat? Azért, hogy nagy nézettsége legyen. Mekkora Shaolin mester? Azt akkor egész életében ezért dolgozott. Tényleg Shaolin? Tényleg Shaolin? Kung Fu mester, azt tudja. Az azért nem teljesen ugyanaz. Ez a What the Fuck Videos nevű csatorna. What the Fuck Videos? Nagyon jó. De hegyre föl vagy vízszintbe? Szerintem simán. Azt ne nézzétek 18 év alatt, légy szíves. De hát nem látszik semmi, Penis, csak az, hogy húzzák. Jó, de akkor is fasságról beszél. Aha, ezek meg kínaiak. The ancient Chinese martial art. Ezek egymásnak paskolják? Biztos jó nekünk. Anyás. Anyás, hogy megrángattasztak. Az öreg, anyás. De ők hárma húznak egy... A szottyos. Na jó, de hát nézd meg, hányan állnak abban a tragacsban. Itt, de mondtam, hogy így tréningelik, seggfej. De mondtam, hogy így tréningelik, hát én is kipróbáltam. De nem mondjátok, hogy ez még Kriszti előtt után közben volt. Tudod, hogy milyen izét ad, milyen boostot? Megnyúlik. Látod, hogy milyen boldog? Azt mondja, I'm so happy. Azt mondja, boldog. Azt meg kamion megbozítottam bele, azt írja múlt héten. Egyébként ez tök jó, mert így nem kell bele tankolni, és akkor elmegy magától is. Mi kell? Én ezt nem hiszem el, hogy ez... Én mondtam, hogy úgy tréningelik, hogy súlyokkal hintáztatják. Na jó van, oké. Szívesen. Foggal simán húzzák. Hát jó, de hát az mondjuk, ez már következő szint. Szokták mondani, hogy ami a világon megtörtént, ez már valószínűleg megtörtént egyszer. Így van. Én mondom, hogyha foggal el lehet húzni, akkor már... Ja, jó, jó, jó. Nincs messze se. Nadgaónak van teljes műsora róla, király. Volt egy régen egy műsor az MTV-n, azt hiszem. Van, aki segítsen már a chatből. Arról szólt, hogy valami, abban is valami Shaolin mester volt, és ilyen kihívásokat kellett csinálniuk. Például, hogy mit tudom én, egy könyvtárba kellett bemenni, és akkor... csapni. Nem, rá volt a... Azt nem vállalnám. Rá volt a kötve az embernek a péniszére. Igen. Kis izé, egy kis madzag, és a könyvtábra kellett, nem tudom, valami kihívást csinálni, és közben rángatták a pélóját. És hogy minél csönd, tehát a csöndbe kellett csinálni, mert a könyvtárban voltak mindig. Volt egy ilyen műsor, mi volt az? Valaki írja már Kolos, meg. Ez olyan Jackass-szerű, de gondolom nem. Hát MTV volt. Igen. Majd szót kérhetek? Igen. Mi az oda? Tü-t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 ü. Mission Impossible. Na írd be, hogy Pélo, Mission Impossible. Be fog szarni. Be fog szarni, hogy mi van ott. Ja, azt tudom, azt a videó. Na, azt nézzük meg. Azt tudom, az a... Igen, az a... Hol van az a videó? Lehet, hogy nem YouTube-on van, hanem valami. Valaki küldje már. Küldjétek már be azt. Nem vagytok most aktívan, szedjétek össze magatokat. Nézd meg, 44-en nézik, hogy ilyen baromságokat beszélünk, micsoda. Vannak témák. Hol van az a videó, amikor csávó lóg a plafonról? Valaki küldje már. Miért nézel éneket, Kolos? Honnan tudod, hogy a csávó lóg a plafonról? Tudom, láttam ezt a videót. De azért nincs meg, viszont a YouTube-ra ezt leszették. De. A saját súlyát elbírja a Bubble, vagy az évad a bolzzal, akkor az komoly. Akkor itt van, hogy herefüggése, itt tudom én. Jó, valami értelmesebb téma vagy. Persze, van sok. Figyelj. Van egy ilyen, hogy dick hanging. A Redditen. Ezt azt fogom elolvasni, igen. Ez igen, mert Laci. De Kolossal akartam kommunikálni, közben tudsz beszélni? Hát jó, nem, hogyha keresem a videót, akkor nem. Videót keres, szóval ki nézte a... Mindegy, valaki keresse már meg, Laci, ezt a videót, tudjátok, miről van szó. Ki nézte a Rick and Morty-t? Te mondtad, Koloss, hogy... Rick and Morty-t, én néztem, igen. Az... Aztán csak három évadot néztem belőle. Egy rész is elég volt belőle. Az egy eszeveszettű nagy fasság. Hát, igen. Az egy, kerestem rá jó jelzőt otthon, de nem találtam rá. Sokszor mondtam már Kolos, hogy ő régebben nézte a Rick and Morty-t, és mondom, jó, most már mindig feldobálta az HBO, és mondom, egyszer ránézek a Rick and Morty-ra, az eszeveszett tűnösség az a mese. Rohadt jó amúgy. Semmi értelme nincs.
Hát... Ez egy fasság. Hát mert miért van a Family Guy-nak például? Az, hogy hát az, kicsit több. Az legalább a jelenbe játsz. Az a jelenbe játszódik. Mi? Hát a Family Guy. Hogy nem folyik a taknya a csávónak és nincsen teljesen miért bedrogozva. Miért folyik a taknya? Az hát kiderült? Hát hát a boss történik. Én egy évadot lassan. Hát, de, nem, miért, más dolgok is történik benne. De miért folyik a taknya? Hát mert ő ez a, ez a, ez a csávó, hát egy alkesz, szétcsúszott valaki. De folyamatosan, tudós. Folyamatosan csúsz, folyik a taknya? Igen. Végig? A nyála, igen. Baszd meg, és ezek, ezek a, ez a, vagy mit szokott csinálni? Hát, ja. Felszívi. Igen. Így, így beszél. Az a helyzet, hogy a, aki szinkronizálta azt a csávót, ment, hogy az eredeti hangja, őt kirúgták, mert volt valami botrány, találtak valami, ott valami gyerekpornográf cucc volt. És talán. A hajadik évadig van az eredeti hangja. Hát fogalma sincs. Vagy valami, valaki mondja meg a csetből, miért küldték el a csávót, valami, valami gebasz volt. Miről szól, miről szól lényegében, mert egy évadot végignéztem. Hát arról szól, hogy, a, hogy a, az, ő az őrült tudós, és akkor mindenféle, mindenféle helyekre jár az univerzumban, van egy ilyen, ilyen kis pisztoly, amivel tud portalokat nyitni, és akkor a, van az unokája, a Mort, és őt mindig hurcolja magával, és akkor felfedezik a galaxist. És amúgy erről mindenki tud erről a portálról? Vagy csak ez ilyen titkos dolog? A Földön nem. Galaxisban igen, ott tudnak. Igen, akkor igen, a Földön nem tudnak a portálokról? Hát nem, de kicsit összetettebb, mert az egyik évad végén kiderül a Földön is, hogy vannak Földön kívüliek, de aztán keveredik a sztori, szóval, hogy nem akarok spoilerezni, szóval. Az, ez a durva, hogy egy nagyon durván ilyen keszekusza és bonyolult az. Sztorit hoznak ki belőle, és csak három évadot láttam, nem is láttam az összeset eddig. Pedig nem annyira mondtad, hogy szereted. Én most azt hiszem egy évad... Hát igen, csak most nem nézek semmi sorozatot. Egy évadot megnéztem, a Family Guy-t és a South Park-ot annyival lehet jobban értelmezni és jobban kedvelni, ugyanaz a hányadék szint. Ugyanúgy csúnyán beszélnek benne. Csak annyi a plusz, hogy a Family Guy-ban és a South Park-ban van politika, van közélet és van aktualitás, itt pedig semmi. Mert azért, mert ez teljesen fiktív valóság. És akkor most mit mondja, hogy szar a Rick and Morty, vagy mi? Nem, kíváncsi voltam, mert megnéztem, és akkor felírtam, hogy beszéljünk egy picit a Rick and Morty-ról, de ez ennyi volt. Ja, hát én szerettem, amikor néztem, csak valahogy utána nem kötött le, mert nekem nagyjából minden rész ugyanaz volt már kb. Ja. Van egy nagyon jó rész, a kedvenc részem az a... Hey, Zsuzsi megtalálta, hogy miért került ki a Rick és Morty. Szexuális zaklatás volt, akkor nem gyermekpornográfia. Azt hittem, hogy a plafonon csüngés nem kell sütni. Zsuzsi, bekeresed a plafonon csüngős videót, tudod, miről beszélünk? Szóval, hogy a kedvenc részem a Pickerick, amikor én angolul néztem, hát tudom, uborkarik volt magyarul, vagy nem tudom. Arról szólt a rész, hogy véletlenül... Jaj, a Brickleberry, Jézusom, az is. Na, a Brickleberry, az tényleg ocsvány. Az ocsvány, igen, az ocsvány. És melyik az a film, vagy sorozat, ami ugyan hasonlít a Rick and Mortyhoz, ott is ilyen tudósul, aki cracket gyárt? Vagy ez ez? Nem, azért gondolsz a Breaking Bad-ben Breaking van, hogy lehet, hogy gyárta a kémia talán. Igen, 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 az majd rá akarok nézni. Ja. Annak van egy színvonala. Mi a neve? Breaking? Breaking Bad. Szóval a legjobb része a Rick and Morty-ban, amikor véletlenül uborkába változtatja magát, és lesodródik az asztalról, és leesik a csatornába. És utána ezt megoldja, hogy változtassa vissza magát emberre, és olyan storyline van abban a részben, hogy így ültem, és így anyád, és a végén egy, nem a spoiler, nem tudom ki az, aki nem látta, a végén lemészáról egy egész, nézni akarod? Akkor nem mondom el. Nagyon durva a vége annak a résznek. Nem tudom, anyukád nézi a műsort. Igen. De jó. Szerintem most vele vagyok egy véleményen. Hogy ez egy szar ez a rész? Hát, hogy... A Rick and Morty. A Rick és Morty kapcsán. Azt hittem, hogy ez az egész adás idáig ja, nem. Nem, csak a Rick és Morty kapcsán azt hiszem, hogy ukáddal lehetek egy véleménye. Hogy ez egy szar. Kolos, egyetlen egy dolog tetszik viszont benne, igen, hogy amikor vége van egy résznek, visszatérnek rá. Az megmarad végig? Hogy vége van egy résznek, szinte elköszöntek, és még visszajön egy kis visszaköszönő, mit tudom én, epilógus, utóemlék. Ja, nem tudom, én már nagyon rég láttam, hát nem tudom, mikor ott a harmadik évad szerintem már, vagy három. Vagy úgy szokták, hogy vége megy egy résznek, és utána lecseng, space, azt hiszed, hogy jön a következő rész, de még elkezdenek egy picit beszélgetni arról a részről, van benne egy 3-4 másodperc. Ja, hát a végén mindig így igen így. Nem tudom mi ennek a neve, de az tetszik. Hogy ja. Itt, no, most már átmentünk másik epizódra, vagy ez még ugyanaz, vagy most már átmentünk, és akkor... Hát a végén mindig kiabálnak valamit. Egy kis epilógus, egy kis levezetés, egy kis elmagyarázás. És azt tetszik, az tök jó. Ja, jó kis sorozat. Lehet, hogy nézni fogom. Nem fogom nézni, mert nincs rá időm, de jó lenne amúgy nézni. Én amikor kajálok, akkor szoktam valamit nézni, és mivel az HBO-t szoktam nézni, köszönöm szépen, leletöröd. Csak az HBO-t szoktam. Azt kéne mondani az HBO-t.
Kolos, légy szíves, egy ne. Éve nem néztem a HBO-t. De én nézem minden nap. Hát jó, de én is fizetem. Kik van, ki van még benne? Most akarjuk lemondani. Te meg én. Ketten vagyunk benne. Aha. Family-be? Aha, ketten fizetjük. Family-be? Hát nem tudom, hogy family-e, vagy ketten fizetjük. Kitalálunk rá valamit, mert az az egyetlen értelmes, az egyetlen értelmes. Na, szóval úgyhogy nagyon tetszett. És akkor az HBO-n néztem egy filmet. Azt elmeséljem gyorsan, ez mini szösszenet. Egy HBO-n néztem egy filmet, az volt a címe, hogy volt róla egy könyv is, Da Vinci Code. A Da Vinci Code-ot néztem. Az de... jó film. Jó, az film. Jó, jó könyv. 2003 talán. Nővéremnek azt hiszem nem az első könyve, de nagyjából az első könyvei közt volt a Da Vinci Code. Az mekkora izé volt, hype. Ilyen volt. Vastag. Hype volt annó a könyv is, meg a film is, az nagyon ment akkor, emlékszem. De jól is csinálták meg azt a filmet. Hát, ja, jó az adaptáció az volt. És nem ez a lényeg. Elmondom, mi volt a lényeg? Na. Otthon vacsoráztam, le volt kapcsolva a lámpa és minden, és ki akartam próbálni a Carolina Reaper port. Ami benne van egy ilyen kis kulcstartós fiolában. Igen, valamelyik részben mutattuk. Igen, így emlékszek van. Benne van. Az a lényeg, hogy egy őrölt Carolina Reaper, kulcstartós, olyan, mint egy kapszula, fémkapszula, menetes, szét kell tekerni, és akkor lehet szórni a kajádban. És kíváncsi voltam rá, mennyire erős. Megnyaltam a kis ujjamat, belenyaltam, és akkor bekaptam, és akkor tök jó kellemes volt. Nem kellemes, nem szétcseszte az arcomat. Ez egy dolog. És akkor Kriszti főzött valamilyen, nem tudom, hogy mit tettem, rakott krumplit, mindegy, nem azt tettem, de majdnem. Rakott kelt, mindegy. Derégettünk rakott krumplit. Rakott kelt tettem. Rakott kell, vagy rakott krumpli? Rakott krumpli. Meg rakott karfiol. Ketchuppal, vagy ketchup nélkül? Mi? Milyen ketchup? Én ketchup. Borscht, ketchup. Rakott krumpliba? Igen. Ketchupot? Mindenre. Rakott kellre is, meg a rakott karfiolra is. De ez olyan, mint a Bibliára egy Mohamed fejet karcolná. Kell rá a ketchup. Ez pont ugyanolyan. De nem azért, de a Lidl, nem akarok reklámozni, de a Lidl-ös erős hot ketchup az rohadt jó. Nekem az a kedvencem. Hát de mi köze van a rakott krumplihoz? Meg kell hozzá valami toast, valami szósz. Én meg az ízére rakok majonézt a bundás kenyérre. Én meg ketchupot rakok. Azt nálad ettem először, hogy az igen? Ugye vagy jó. Csak ennyi, hogy majonéz és bundás kenyér. Én úgy csinálom, hogy bundás kenyér, gyulai májkrém és ketchup. Szőrös májkrém? Rákened. Nem, az sima. Igen. A szempillás májkrém? Nem, az a sima gyulai májkrém és ketchup. A szempillás is a gyulai. Ja, nem. Nem, az nem, az Kaiser. És amúgy meg én úgy szoktam, hogy májkrémes kenyér, ketchuppal. Próbáljátok ki. Szóval teljesen mindegy, Lidl-ös ketchup, a hot ketchup nagyon finom. Fosós öbröt hozzatok. Nem fostam múltkor a csilitől. Pedig tudtam, hogy fogok. Igen. Így telekentem, és sötét volt, és nem akartam így rászólni a kajára, mert az nagyon durva lenne, ezért a kezembe szórtam. Vagyis ebbe a kezembe. Vagyis ebbe, mindegy. Nem szabad hozzá nyúlni. Ebbe a kezembe beleszórtam. Te nem szabad hozzá nyúlni, bazza. Ebbe a kezembe beleszórtam, és így leráztam róla. Beráztam, bele is dörzsölted a kezed. Így leráztam a kajára. A gyereket Kriszti másfél órás szenvedés után akkor altatta el, nekem pedig habciznom kell. Új. És úgy habciztam, hogy és amikor levettem a kezemet, így égett a pofám. De érted? Lapsz, ennyi eszed volt, hogy beleszórtad a kezedbe a világ legerősebb chili paprikáját. Aludt a gyerek, érted? Aludt a gyerek, leszórtam, letapsoltam, és a nedvesség miatt rajta maradt szerintem két molekula. És amikor aludt a gyerek, én nekem habzózom, hogy 20 percig ordítani tudtam volna, a szemembe belement, az orrom folyt, a szám égett, de a kajában nem volt. Hát nem mondom, hogy megérdemelted, de megérdemelted, mert hülye volt. Nem volt egy nagy ötlet. Ezeket nem véletlenül szokták kesztyűbe használni egyébként, ezeket a chili szószokat, a porokat. De akkor abból a geciből hogy szórjam ki? Hát úgy, hogy nem a kezedből, hanem a kajába. De akkor meg megbillent, azt rámegy, bazd meg egy... De ezt nem úgy szokták, hogy szendvicset szórják, hanem kajába bele. Érted, be tudod keverni. És akkor... Hát egy de nagyobb... valahogy ki kell csippenteni a csipetet. Késhegy. Az vagy is sok. Késhegyel. Az is sok. Én így... Hát akkor kis késhegy. Így csinál... Hát inkább, mint a kezed. Várjál. Egy egészen... Hát figyelj. Kis késhegy. Igen, olyan. Hát van. Úgy a végére, egy tolómérővel kiméred azt az egy millit, az pont elég. Várjál. Erre így gondolt. Mert azt nem van nálad egy tolómérő.
Én felkészítő jövök adásba, bazd meg. Ez nem egy szakkör, ez egy szakma, bazd meg. Mire vagy kíváncsi? Miért azt látod? 1 mm széles, azért, hogy ki tudjuk mérni, hogy mennyi egy késhegy. Hát attól függ, mennyit akarsz. Csiliből mondjuk én tudtad, hogy erre fogsz beszélni, vagy mi? Igen, Kolos, ez egy szakma. Szeglaci, mindig meglepsz. Hát szerinted kipakolja a zsebemből? Ez mindig itt van. Agyát. Hát ez, szarni nem megyek tolómérő nélkül. Mi van, hogyha... Mi van, szóval csak ott maradt a zsebedben. A világrekord nekem mérni. Mi van, hogyha világrekord? Sehol nem szólod menni. A kulak. Hát szarni nem megyek tolómérő. Marci, ezt könyvben járlok. El sem mennék vécére tolómérő nélkül. Mi van, hogyha akkora széles, hogy soha többet nem lesz akkora. A soha többet nem jön. De még vannak sztoriai. Jó, lesz még egy adat. Jöhet a könyv, ajánlom? Jöhet a könyv. Idáig hogy tetszett? Elmondom amúgy a fun factet. Az az igazság, hogy azért vagyunk ennyire felpörögve, mert Kolossal ittunk nálam egy kis Jack Danielst. Mennyi volt ez a kicsi? Egy fél üveg. Mennyi ideig fogyasztottátok azt a kis kedveset? Egy óra hosszal. Milyen nézés Kolos a kispadról? Várjál. Az orromba nyúljál már bele. Mint a rossz gyerek a hátsó padba a telefonnal. Nem nyúlsz bele az orromba? Ebből is látszik, hogy osztálytársak voltatok. Mondják, hogy a ványaiak hülyék, de... A ványaiak. Nem, ezt a nyomaiak szokták mondani. Ványáról csak a hülyék jönnek meg a rossz idő. Azt de az a baj, Ladányban is ezt mondják, de miért vagyunk ennyire ellenük? Szerintem ez lesz az eddigi legjobb adás. De ez most ünneplős adás, 7000-en vagyunk. Jó. Azért ezt meg lehet ünnepelni. És egy csomóan kíváncsiak rá. Na, mehet a könyv. Mert? Jó lekövet hoztam. Hát amúgy, ja. Ez Stanislav, nem? A múltkörének utána néztem, és amúgy jó könyvek voltak. Így, hogy hát kerestem a borítót hozzá, meg minden. Én minőségére megyek, Kolost. Jó. Nem tucat. Tehát Stanislav Lemnek a teljes science fiction univerzum első kötet. Csak úgy megjegyzem. Ez csak az első. Mekkora betűk vannak ebbe? Ebbe? Amit szeretek olvasni, nem azért csak, hogy... Szabvány 12-es. Van azért tartalom. Tehát Stanislav Lemről annyit érdemes tudni, hogy a 30-as évek szülötte, az 50-es évekbe kezdett el alkotni, és az utolsó műve talán még a rendszerváltások előtt volt. Orosz volt? Lengyel. Ja, bocs. Igen. Bár a neve erre nem mutal, mert hogy csak simán Lem a családneve, tehát erre nem jönné rá. Az a lényeg, hogy a keleti blogban is nyilván volt science fiction, bár nyilván valóan inkább ez a nyugati világnak volt a úgymond a kedvelt irodalma, mert hogy a keleti világ az... Jó, a misztikus keletről olvashattak egy kicsit? Nem is azt hiszem, hogy nyilván a keleti világ a kommunizmust akarta megvalósítani, tehát abban nem nagyon fértek bele az ilyen üllények, meg mit tudom én mi. Jó, kommunista üllények. Ez is egy science fiction, a kommunizmus, de nem mindegy. Nem írt valaki kommunista UFO-król? Nem tudok. 56 mm, 12. Mondjuk Frank Herbert meg Fékeidiknek mondjuk úgymond az kortársa az alkotásban jó részt, és nála viszont nincs meg ez a úgymond mentális erő, amit Dick annyira imádott, hogy mindig ez a mentális, pszichológikus vonal. Viszont Herbertnél meg például emberközpontú volt a világ, nála viszont nem. Ő volt az egyik első alkotó, aki megteremtett az úgymond békés, együttéléses, hát néha nyilván konfliktusos világot, ahol vannak űrlények is. Többféle, különféle űrlény. Ja, hogy ebbe nem az már. Nyilván a Solaris, ami 61-ben ért. Szocialista, szkifiben benne vannak űrlények is. Igen, mindenféle idegen fajt megalkotott, és ez nyilván ez egyfajta újítás volt ahhoz képest, hogy mondjuk a 40-es években úgy képzelték el, hogy jönnek a marsikén furcsa gépekkel, azt rohanják a Földet. Megteremtett olyan világot, ahol vannak emberek, meg emberszerűények, meg stb. És hogy nem csak az emberek központúságáról írt, mint mit tudom én, Dick vagy Herbert, hogy csak emberek voltak benne, vagy ilyen furcsa, ilyen undorító űrlények, hanem voltak rendes ilyen humanoid-szerű vizék is. Te mit csinálsz? Reagált a kommentre. Kolos, neked most pufival kéne minket dobálni. Pufival? Azt írták a nézők, hogyha most Kolos hátulról pufival kezded el dobálni, teljes lenne a kép. Dobjál szemetet. Fadarabban ne dobálj minket. Tehát, hogy ő az, aki megteremtette úgymond azt a skifit, amit például ma ismerünk úgymond skifiként. Tehát, hogy ebből született úgymond ebből a gondolatból nála megalapozott a Star Trek, a... Hát én azt mondanám, hogy mivel 61-ben megteremtette ezt a világot különféle űrlények, univerzum, a Dűnés Herbert konfliktusok és békés együttélések világa,
És nyilván a Star Trek meg a Star Wars is utána született, mint a két nagy univerzum, ami egészség. Ezt így leírja és felhasználja. Egészség. Ja. Egészségetekre. Stanislav Lem. Lem nevét. Jó, ez nagy... amúgy, ja, érdekes történet. Persze, a nézőkbe... Ez nagy... Lehet a Star Wars után váltok rá. Gyárt Star Wars köteteket, most a csizbirodalmasokat elolvastam, amiben, ha mond valamit, akkor... Az enyémből, Trón az én könyvtáramból, de megosztom vele. És akkor most azt olvasom, de lehet, hogy akkor pihentetem, azt átváltok erre. Kolosan nézik, bebaszós lájót követelnek. A kiségetekre. Hát ez nem most lesz. Nem most követelik. Lesz. Valaki fizesse ki a holnapi szabadságomat, nekem, és bebaszunk. Nekem holnap... reggel nem kell sajtot csinálnom. De jó, oh, neked, yeah. Ha nem vágnod kell. Én még hazamegyek, és... reggel, én még hazamegyek és töltöm le a Frimfire-eket. Mi az? Frimfire? Frimfire? Hogy van leírva? Frimfavel. Mi? Frimfavel. Le kell töltenem a gépre nagy csomó... Firmware? Ja, azt. Firmware. Az mi az? Hát az ilyen... ilyen támogató szoftver, nem tudom miért. Na, azokat kell tölteni. Töltsen driver boostenő programot, és az mindent automatikusan felfrissít. Mi az anyám az? Majd mindjárt. Driver boosten, majd átküldjük. Tényleg? Jó, én most az Nvidia GeForce. Ráküldeni az összeset, hanem ő megnézik. Sőt, azt hiszem még van egy harmadik licenszem, amit nem használtam el, úgyhogy azt el tudom adni. Ezt a részét befejezzük, köszönjük szépen, és akkor folytatjuk a következővel. Adjuk zenét? Jaj, jöhet a zenét.